Érezted már úgy, hogy az önkormányzat hivatalosan a te érdekedben, de valójában nélküled végzi a dolgát? Szeretnél jobban részt venni a helyi döntésekben? Nézd minket az október 13-ai önkormányzati választásokig, hogy megtudd, mit tehetsz te azért, hogy mindannyian jobb városokban és falvakban élhessünk. Én Faragó Renáta vagyok, ez pedig a Választasz vlog sorozata, mert jogod van hozzá. Ha az elejétől fogva nézed a sorozatunkat, biztosan emlékszel még az Eleven gyár sztoriára. Igen, ők azok, akik a gyári közvilágítás problémáit a helyi önkormányzattal együttműködve szeretnék megoldani. A második részben utána is néztünk, hogy ha neked is van egy ehhez hasonló javaslatod, azt hogyan tudod eljuttatni a képviselőidhez. És hogy honnan fogod tudni, hogy választott képviselőid megvitatják-e a javaslatokat? Hogy milyen döntéseket hoznak? És hogy egyáltalán milyen problémákat tartanak fontosnak? A közösségünknek három tagja bemegy majd a képviselőtestületi ülésre, és fogunk kérni 3 perces felszólalási lehetőséget, hogy ugye elmondjuk, hogy mi az a munka, amit mi elvégeztünk, és mi ez az előterjesztés, ami most előttünk van. Illetve átadjuk azt a közel 1500 aláírást, amit összegyűjtöttünk, amiben ugye a gyári polgárok támogatják ezt az ügyet. És mit gondolsz, hogy a választás, azt kitűzolva önkormányzati választások vannak, az segíti a ti ügyeteket? Én azt gondolom, hogy mindenképpen, tehát ugye azért tudjuk, hogy most az ígérgetés fázisában vagyunk, és nyilvánvalóan az ő megítélésüknek nem tenne az jót, hogyha nem csak a mi ügyünkkel nem foglalkozna, hanem azzal az 1500 gyári aláírással, akik velünk együtt kérjük ennek a helyzetnek a javítását. Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, a sajtóképviselőit is, és vendégeinket is. Ezt a közvilágítást már ideje lenne, hogyha mindenki beismerni, hogy ez nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Én azt kérném a testülettől, hogy az eredeti előterjesztőnek egy 3 percben adjuk meg a szót, ugye a véleményét Az előterjesztőnek ismerjük a véleményét, hiszen több helyen, több fórumon, tévében, rádióban, lakossági beszámolóban mindenit megtette. Én azt gondolom, hogy van itt egy előterjesztés, nekünk erről kell dönteni. Gondolnám, hogy most újabbokat tudna erre kapcsolatban előadni. Köszönöm szépen. Van-e valakinek még kérdése, észrevétele? Végülnek adom meg a szót. Hát én azt gondolnám, hogy azért 3 percet megér ez az 1494 darab aláírásnak a sorsa. Lássuk azt az 1894 darab aláírás. 1494. Tessék, ide van, megmutatni, és akkor majd le fogják ezek részben elektronikus, részben papír alapú aláírás. Ezek nem aláírások, ez egy lista. Ez egy lista az. De ez nem aláírás. Szeretném megmutatni a képviselőtársaimnak, ezt hívjuk 1450 aláírásnak. Egy aláírás nem látok ezen, itt még csak címek sincsenek, csak különböző betűk, nevek és irányító számok. Ennyi. Köszönjük szépen. Utólag ezt nem fogom átadni. Ez az a része, ami papír alapon van, de ez része pedig elektronikus aláírás. Köszönjük szépen. Tehát nem csak. Végül adom meg a szót. Én csak azt kértem, hogy adjuk meg a szót 3 percben, már is többet beszéltünk egyébként. Köszönjük szépen, van még valami érdemes odaszólni. Meg fogjuk szavazni, hogy adunk-e szót vagy nem. Jó? Köszönöm szépen. Két nem, két igen. Köszönöm szépen. A bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. Hát ugye az történt, hogy az egyik ellenzéki képviselő kérte, hogy ezt kapjuk meg, és történjen erről szavazás. Ami számomra döbbenetes volt, hogy a polgármester úr első reakciója az volt, hogy megszavaztatni sem gondolta szükségesnek ezt a lehetőséget. Én akkor feltettem a kezemet. Tehát nekem szót nem adhatnak, de hogy ugye kötelesen megszavazni. Igen. Tehát ez ebben a formában teljesen
úgy gondolom jogsértő lett volna, aztán valószínűleg ezt nem is figyeltem, hogy eszébe juttatták, vagy ennek ez a hivatalos módja, de hát ismerjük ennek a képviselőtestületnek a működését, és szerintem ez most nagyon jól látszott, miután polgármester úr kinyilvánította a saját véleményét, onnantól kezdve a fideszes képviselők dolga csak a gombnyomással ennek a támogatása, úgyhogy onnantól kezdve ez eléggé egyértelmű volt, hogy itt már hozzászólási lehetőség nem lesz, úgyhogy én ezt a részét sikertelennek értékelem, azt, hogy erről készült egy felvétel, meg egyébként az egész működéséről, és ez nyilvánosságot kaphat, ilyen formában talán először, azt viszont sikernek értékelem, meg azt is, hogy átadhattuk végül is az aláírásainkat, amit ugye bár sikerült egy kicsit, hogy mondjam szépen, lealázni, de ettől függetlenül azért eljutott. Egy képviselőtestületi nyilvános ülés vagy önkormányzati közmeghallgatás teljesen nyílt esemény, amin bárki részt vehet. Ezért nem csak akkor érdemes elmenned, ha valamilyen ügyben változást próbálsz elérni, hanem hogy a saját szemeddel is lásd, hogyan dolgoznak választott politikusaink. Így kiderülhet az is, hogy ki mennyire képviseli valóban a helyi közösség érdekeit. Nyakunkon az önkormányzati választások, de még van pár napod arra, hogy utána járj jelöltjeid programjának, és olyan képviselőt és polgármester támogass, aki megfelelő választ ad a téged érintő kérdésekre. Élj a demokrácia adta jogoddal, és menj el szavazni október 13-án. Miután leadtad a voksodat, nézd minket élőben a TASZ Facebook oldalán, ahol a választási forró drótunk munkájába is betekinthetsz.